professzor úr, nagyon sokan tisztelik önt azért, mert ön volt az, aki egy kis életet hozott ebbe az élettelen szakmába, a régészetbe, és a motívumok, stílusok mögött megtalálta az embert, megtalálta a társadalmat. Tulajdonképpen egyik fő munkája az 1944-ben megjelent Honfoglaló magyar nép élete, egy ilyen alapmű. Szeretném erről, hogyha néhány szóban beszélne nekünk. Én nagyon szívesen beszélek mindenről, hiszen utóbbi időben annyian jöttek kérdezősködni, hogy ahogy nevetve szoktam mondani, már könyv nélkül tudom az életemet, kivéve a dátumokat, azzal mindig baj van. Na hát nagyon megtisztelő, amit mond a Honfoglaló magyar nép életéről, de ez tényleg valóság. Nem egytől, nem öttől, nem tíztől, soktól szóban és írásban hallottam, hogy az nevelte őket. Szóval tényleg én magam is meglepődtem, mert én nem azért írtam. Én azért írtam, hogy lássák, hogy a honfoglaló magyar nép nem volt olyan Istentől elrugaszkodott horda, hanem komoly műveltsége volt, az emberek éltek, napi 24 órából 16-at, 18-at fönt gondolkoztak, születtek, temettek, házasodtak, fúrtak, faragtak, szóval éltek. Na most én tudom, hogy ezt eléggé erős ellenszenvvel fogadták a szakrégészek, akiknek a munkáját én becsülöm, hát hogy ne becsülném, hiszen nagyon nagy szorgalommal, nagy hozzáértéssel bánnak a leletekkel, de én nem a leletekkel akartam bánni, hanem a leletekből szerettem volna kiolvasni, hogy kik azok, akik csinálták, hogy használták, miért tették a sírba, hogy tették bele a sírba, melyik oldalra. És ebből aztán nagyon sok minden jött ki, aminek addig még a sejtése sem volt meg. Vagy az a felismerésem, éppen édesapámnak a szülőhelyén jöttem erre rá, Abásfalván, Udvarhely megyébe, hogy ahogy az élő faluba elhelyezkedtek az egyes családcsoportok, mert hiszen nem össze-vissza voltak, hanem egy csoport, másik, harmadik, a temetőben ugyanúgy volt. Tehát ez ébresztett rá arra, hogy a temető az a halott falu. Vagyis a halott faluból vissza lehet következtetni az élőre. Ez teljesen idegen volt a régészek számára, mai napig is idegen. Hát azért nem lett teljesen idegen, hiszen sokan nőttek fel mellettem az egyetemen, azokat mondjuk így, hát megmérgeztem ezzel a szemlélettel, de a szakrégészek számára ez nem régészet, ez néprajz. Hát akkor legyen néprajz. Az egyikük, Fodor István, nagyon szép tanulmányt írt rólam, mint a régészeti néprajz megalapítója, és nagyon tárgyilagosan, hozzáértően elolvasva a dolgokat, és szerkezette meg a munkáját. Megezem 45 után valami Káder volt a Nemzeti Múzeum főigazgatója, nem is szívesen ejtem ki a nevét, és nem is mondom meg. Az megbízott két ilyen Szovjetunióba végzett fiatal magyart, hogy végezzék ki a honfoglaló magyar nép életét. De nem gondoltam meg, hogy el kell ahhoz olvassák. És ha elolvassák, akkor a legnagyobb vád ellenem, hogy a népi írók tagja volt. Hát persze, hogy az voltam. De utólag tudtam meg Ijés Gyulától, hogy ez akkor nagyon komoly vád volt. Szóval ezzel félre lehetett valakit söpörni az útból. El lehetett hallgattatni. Hát meg is próbálták. 45 előtt valamennyien fartalmárak voltunk. Na most 45 után egyikünk kultuszminiszter lett, Darvas Jóska, és ő írta alá azt az végzés, hogy az egyetemen való előadásait megtiltom, vagy mit tudom én, hogy jó. Na hát, ilyen jó barátom volt Darvas Jóska. Persze, hogy tudom, hogy nem csak saját elhatározásából írta ezt, hanem voltak mögöttes dolgok, és ha voltak, eltelt az idő, kész. Azt szoktam mondani, hogy a rosszból is születhet jó. Na például ebből a rosszból, hogy engem kitiltottak az egyetemről, mi született? Az első az, hogy nem tudtak kitiltani, mert nem volt, aki helyettem csinálja. Tehát, mint óraadót alkalmazták. A második az, hogy
Hát a családnak kellett pénzt keresni, hát a nagyon nagy kiesés volt, egyharmadát kaptam a régebbi fizetésemnek. Úgyhogy akkor egy csomó diafilmet rajzoltam, festettem, amiből utólag megjelent az 50 rajz a honfoglalókról, megjelent a Rege a csodaszarvasról. És most vitték el az másik hármat ugyancsak megjelenése. Tehát ez született a rosszból, a majd kivégzünk alapból, mint jó. Hogy akkor ezt kellett csinálnom, nagyon olcsón csináltam, de most már megjelennek könyvformában, és annak örülök, hogy éppen a Magyar Ifjúság kiadói, főként a Móra kiadó adja ki ezeket, és most más kiadók is ráharaptak. Mindegy, megjelennek, olvassák, nézik, lapozzák, és önkéntelenül megmaradt belőle az, hogy az őseink azok bizony becsületes, rendes emberek voltak, munkás emberek, és nem valami Istentől elszalasztott nomád horda. Igen, észrevettem, hogy professzor úr többször hozott párhuzamként általános európai antropológiai, etnológiai adatokat, ugyanakkor nagyon járatosan alkalmazta a néprajztudománynak az eredményeit, és sokat nyúlt a magyar néphagyományhoz. Ellentétben olyan kutatókkal, akik a néphagyományt, megint ex katedra kijelentésekkel, a butaság kategóriájába sorolván nevetségessé tették azt, és teljesen mint használhatatlant ítélték meg. Igen. Hát itt megint úgy vagy a népi tudás és a úgynevezett művelt emberek tudása. Hadd idézem egykori barátomat, Csalog Józsefet, kiváló, nagyszerű őstörténész volt. A pestiek úgy utálták, hogy jobban már nem lehet utálni ember. Aki egyszer egy pásztor emberrel ismerkedett meg ásatáson, és egy négyzetméter füvet körülvett zsineggel, és leültette a pásztorembert, na mondj el, hogy mi van itt, mit lehet ebből használni. Mi azt mondjuk rá, hogy egy négyzetméter fű. Az a pásztorember meg majdnem egy órát beszélt arról, hogy milyen fajta, mikor sarjad, milyen állatnak jó, melyikhez nem szabad nyúlni, milyen gyógyszereket lehet belőle csinálni, melyik a mérgező, melyik a nem. Szóval egyszerűen abból az egy szó, hogy fű, kiderült, hogy egy parasztember, egy pásztorember életében mi minden van, ami bennünk nincs. Úgyhogy ez a bizonyos úgynevezett városi műveltség hát óriási felfedezéseket tett a természettudományba, de egyúttal el is szakadt a természet mindennapjától. Hát ilyen, menjünk el egy erdőbe, milyen fa ez? Nem tudom, fa. Tehát nem ismerjük a fákat, nem ismerjük a burjánokat, a növényeket. Pedig köztük élünk, és hát testvéreink, bennük is él az élet. Csak másfajta a létérzésük nyilván mi nekünk. Hát egy fa meg nem mozdul, az magából nő felfele. És lefele is, mert egyfele nő a fa, lefele a gyökérzet, és fölfele a lombozat. És közte van a törzse. Na hát hagyjuk ezeket már, ezek már a bölcselet síkjára vezető kérdések. Ezek mind olyan kérdések, amik nem nagyon merültek föl az én, mondjuk itt dilettáns munkásságom előtt, mert nem régészetiek. Erről jut eszembe, hogy mosolygok. Megkérdeztem egyik tanítványomat egyszer, jó sokkal a végzése után, hogy mondja, minden professzornak van valamilyen gúnyneve. Az enyém mű volt, mondja meg nyugodtan. Mosolyogjunk együtt. Nagyon komolyan azt mondta, hogy nem volt. Ellenben volt egy ragadvány nevem, a monumentális dilettáns. Hű, mondom, lehet, hogy igazuk volt. Hát mondtuk, hogy könnyű helyzetben volt professzor úr, ami a rajzokat illeti, hiszen elvégezte a képzőművészeti főiskolát, sőt, ha jól tudom, Rudnai tanítvány volt, és olyanok jártak akkoriban a főiskolára, mint például Barcsai Jenő. Igen, az értesülése jó is, és nem is jó. Annyiból jó, hogy tényleg elvégeztem a főiskolát, de Barcsai Jenő 10 évvel idősebb volt, mint én, szóval ő akkor már végzett. De nagyon jó barátok voltunk.
Ha ellenben az az évfolyam, amit jártam, a sok kiválóságot adott a magyar művészetnek, Szalai Lajos például, Borbereki Kovács Zoltán, aztán Tóth Menyus, stb. Szóval nagyszerű társaságban voltam, és nagyon szerettük egymást, nagyon tiszteltük egymás képességeit, és egy kicsit oda tartoztam véges végig. Mert ha végignézem az egykori baráti körömet, sokkal több művész, festő, szobrász, költő volt köztök, mint régész. Valahogy nem tudtam közelebb kerülni a régészeinkhez, és ebbe talán belejátszott a főiskola is. Megmondom, hogy hogy. Annak idején, amikor a csókosztályra jártam, mert Rudnaitól átmentem csókhoz, mint huncut fiatalok terveztünk kiállítást különböző mestereink modorába, kicsúfolva a mestert, kigúnyolva képen. És én Karlovszky Bertalant kaptam feladatként, hogy na hát csinálják valamit. Karlovszky Bertalan pedig úgy tanította a hallgatóit, hogy hétfőn föl kellett vázolni a fej tömegét, kedden neki kezdtek a hajat satírozni és a homlokot, aztán jöttek lennep szerdán az orrot, aztán csütörtökön a száját, pénteken a nyakat, és péntekre kész lettek. Na, ezt figuráztam ki a következőképpen, mindjárt elmondom a tanúságát is, de nem csak a humor miatt említem ezt, hogy csináltam egy nagyon szép rajzot egy fiatal lányról, az orráig szépen, és az állától lefele. És közben egy nagy fehér sáv maradt. Na, a humor az volt benne a cím, hogy csütörtökön szünet volt. Hát nem csak nagy kaszakást keltett, hanem nagyon megfenyegettek, hogyha így rebelliskedek, akkor kizárnak a főiskolára, de nem zártak ki. Na, miért mondom ezt el? Mert rajzba nem lehet üresen hagyni dolgokat. Régészetben mondhatom, hogy kérem, ez sajnos nem tudok még hozzáférkőzni, mert nincs elég lelet, vagy bizonytalanok az adatok, de nekem olyan könyvet kellett írnom, amelyik úgy hat, mintha teljes értékű múltbeli tudásunk lenne. Éppen ezért becsületesen mindenütt megírtam, hogy mi az, amit biztosan tudunk, mi az, amit sejtünk, és mi az, amit csak úgy gondolunk. Igen. Na, hát ez a régész élete, amit a hallgatóimmal kapcsolatban úgy jutott kifejezésre, hogy a múlt nem azonos azzal, mint ami megmaradt belőle. Nem sokkal több. Na, itt hadd mondjak el egy példát erről is. Egyik legutóbbi könyvemben, az Árpád népében van egy fejezet, aminek a címét nem tudom pontosan idézni, de jól idézem. Arról, aminek nyoma veszett, de egykor megvolt. Tehát, aminek nyoma. Na hát, hogy lehet ahhoz hozzáférkezni? Nézze, az ásatásokkor találtunk, például a telepásatáskor, juh csontokat. Megírták a régészek, hogy juhot tenni. Igen? De mit kell ahhoz tudni? Aminekül nem lehet juhot tenyészteni, ezt tudni kell. Rengeteg tudás halmozódik össze egy-egy ilyen állatnevelés, állatszelidítés, állatnemesítésbe, de bármibe, akár a kovácsmesterséget veszem, akár az íjast, akár a nyergest, akár a földművelést, akár a harcot magát, a vitézséget. Mindenben rengeteg minden van, ami megmaradt valamiképpen, de mégis nyoma veszett tömegében. És mi helyre tudjuk állítani a természeti törvényeket figyelembe véve, hogy mi kellett ahhoz, hogy juhot tartsanak. Például ismerni kellett a legelőket, a füvek fajtáit, a nyári legelőt, a téli legelőt, a juhok szőrének a kezelését, a nemes készítést, a juhúsnak a ételre való felhasználását, a juh csontjainak a felhasználását, például a boka csontjaiból játékkockát készítettek. Szóval voltak éppen a juhból nem maradt meg semmi, annyira fölélték minden egyes részét. Ezt meg kellett csinálják, mert egyébként értelmetlen lett volna. Na hát így próbáltam én hozzáférkőzni ahhoz, amit úgy fejezett ki, hogy az életet próbáltam megközelíteni valóban.
És hát itt nagy segítségemre volt a temető térképek elemzése, amiről az előbb szó volt. Édesapám még falujának a ihletésében, vagy a tapasztalatában. Ez tényleg olyan gazdag lehetőséget tárt a régészet elé, ami elől már nem tudnak kitérni azok se, akik ezt nem szeretik. Mert azt mondja, ez néprajz, ez nem régészet. Hát legyen néprajz, hát annyi baj legyen. Fontos az, hogy közelebb jussunk a múltunkhoz. Na hát kérek kérdéseket, mert... Igen, csak úgy közbevetőleg mondom, hogy manapság van egy ilyen szakma is, hogy etnoarcheológia, ami tulajdonképpen egy ilyen definiálható része lenne az, amit professzor úr is... Van egy ilyen szakma, én nem tudok. Hát elsősorban Amerikában ja, specializálódnak antropológusok, régészek ilyen irányban. Hát én vittem le például a homokmégy halomi ásatásokra, vittem magammal antropológust, Nemeskéri Jánost, vittem magammal néprajzkutatót, Gunda Bélát, és vittem magammal népzenekutatót a faluban. Ez már egy interdisziplináris kutatás. Igen. Úgy nézett divat volt egy időben azt mondani, hogy nem kollektív. Komplex. Komplex, az komplex, komplex módszer. Ezt ők találták ki, a csodát. Minden normális ember tudta, hogy az élet sokrétű, tehát ahhoz, hogy megközelítsük az életet, sokfajta oldalról kell rávilágítani egy-egy tényre. Igen. Professzor úrnak az egyik legnagyobb vihart kavart, legtöbbet támadott és legtöbbet vitatott munkái a kettős honfoglalás, az úgynevezett kettős honfoglalás elmélete körül zajlottak. Igen, hogyne. Hogyha erről beszélhetnénk, mert manapság annyian idézik és hivatkoznak rá mindenféleképpen, csak éppen az, aki fölvetette és elindította ezt az elméletet, az eredetit nem nagyon halljuk. Hát, mert nem kérdeznek, én szívesen felelek rá. És őszintén el tudok mosolyodni, amikor azok, akik támadják ezt, bizonyos dolgokat úgy fogadnak el, hogy amint tudjuk. De azt nem mondják meg, hogy kitől tudják. Amint tudjuk. Jó. Azután pedig egyre több nagyon komoly oldalról érkező azonos eredményekre jutó dolgot tudok mondani. Itt például Makkai János írt egy könyvet magyar nép keltezéséről, amiben felülvizsgálja mindazokat az adatokat, aminek alapján erre következtetésre jutottam, és megerősíti. Nincs más mód, el kell fogadni. Vagy legutóbb Engel Pál, a Történettudományi Intézet osztályvezetője is elfogadta a kettős honfoglalást, főként a székelyek révén, akik hát előbb voltak itt, és azok mindig magyarul beszéltek, hát nem voltak azok mások, mint magyarok. És sok apró jelenség, Kecskeméten is van egy kutató, tanárember, aki magától jött bizonyos dolgokra, amik én is rájöttem. De nem az ő alapján, és ő sem az én alapomon. Szóval egyre gyarapodnak ezek a megjegyzések, hogy amint tudjuk, amin én őszintén elmosozok, hál' Istennek, hogy itt tartunk. Semmiféle olyan, hogy én mondtam előbb, büszkeség nincs bennem. Ha jót mondtam, akkor megmaradt, ha nem mondtam jót, elfelejtik. Egyéb iránt felvettek rólam ezelőtt 25-30 évvel, nem tudom az évszámokat, egy egyórás portréfilmet. És a film végén azt kérdezte egy kicsit kotnyeles riporternő, hogy mondjam el, mi a legnagyobb becsvágyom. Hát ilyen kérdés hogy lehet kérdezni. De szerencsére jó feleletet adtam, azt mondtam az, hogy még életemben elfelejtsenek. Megdöbbent. Mondtam, vigyázzon, ez a legnagyobb becsvágy. Hogy ami jót csináltam, az menjen át a köztudatba, mindegy, hogy ki csinálta. Átmegy a köztudatba, ami rosszat csináltam, az kiullik a történelem rostáján. Hát, hogy ez így van, hát ki csinált az első téglát? Nem tudjuk, de használjuk. Ki csinált az első ablaküveget, stb. Csak itt körbenézünk, van egy csomó alkotó, erő a közelünkbe, akikről nem tudjuk, hogy ki csinált, ki volt az. Hát ilyen szeretnék én is lenni, hogy menjek át a köztudatba, értem, én csináltam, hát én csináltam, nem számít.
hála jó Istennek, semmiféle hiúság nincs benne. Látszik is professzor úrnak minden írásában tükröződik, és minden megnyilvánulásában, hogy Erdélyből származik, a tolerancia hazájából, ahol gyakorlatilag a legkorábban deklarálták a vallásszabadságot Így és a van. toleranciát, ellentétben olyan kutatókkal, tudósokkal, akik ex-katedra kijelentéseket tesznek. Professzor úr mindig feltételezés szintjén adta meg ezeket az elméleteket, és sohasem mondta azt, hogy feltétlenül igaza van 100%-ig benne, hanem inkább beszéljük meg, vitassuk meg, hogy mik a lehetőségek. Így, pontosan így van. Egy másik elvem, amit a hallgatóim felé sugároztam, az, hogy a termékeny bizonytalanság sokkal többet ér, mint a biztos kijelentések. Na erre példa, éppen most voltak itt a szerkesztők, újra kiadják egyik könyvemet, amiben az egyik őskori műveltségről azt írtam, hogy ez korábbi, mint a másik. A lektorom kijavította, hogy nem, fordítva van. Jó, kijavítottam, ő az őskor szakembere. 5 év múlva újra kiadták, ugyanaz lektorálta ki, azt mondta, hát nem jó, ez van, azt mondta, amit én először. Mondtam, de hát te mondtad, ja, 5 évvel ezelőtt volt. Hát ezek az úgynevezett biztos dolgok, jobb a termékeny bizonytalanság, mint a, vagy egyik kollégám mondta, amint én ezt már 40 évvel ezelőtt megírtam. Úristen, 40 év, hát mennyi ásatás, mennyi gondolat, mennyi új felfedezés van közben. Hát igen, ez így van. Hogyan látja most professzor úr a kettős honfoglalás problémájának a helyzetét, ismerve ugye bizonyos kritikákat, mint például Fodor István, aki 5 pontba foglalta össze a Verecke híres útján című könyvében bizonyos kifogásait, vagy beszélhetnénk itt más észrevételekről? Hát például Györfi György, akivel nagyon jó barátságban vagyok. Nézze, én a vitákat nem tekintem ellenségeskedésnek. A vita szükséges velejárója a kutatásnak, hiszen az adatokat valamennyien ismerjük. De az adatok önmaguktól nem szólalnak meg. Azokat meg kell szólaltatni. Na itt jön közbe az egyéni. És itt jön közbe az eltérés. Tehát azért nem szabad haragudni a másikra, hogy ő másként gondolja a dolgokat. Hát az egyik nagy ellenvetés az volt, hogy nincs történeti forrás, amelyik kijelenteni, hogy Árpád magyarjai itt magyarokat találtak. Nincs. Hát nincs. Mit csináljunk? De van. Nemrégen vált köztudottá a Tarihi Üngürüs, ez a magyar krónika, amit egy török tolmács lefordított törökre, és most Laskovics József, Isten nyugosztalja, visszafordította magyarra. Ott például a következő mondatot találjuk, és szélfúvatlan nem indul, mondják nálunk Erdélybe, hogy amikor Nimród hadai elfoglalták Pannóniát, a Kárpát-medencét, itt saját nyelvükön beszélő népet találtak. Na hát mi ez, hogyha nem megerősítése annak, amit mások után, hiszen Nagy Géza már ezt sejtette, és Vámbéri Ármin is sejtette, hogy az orugor honfoglalás az magyar nyelvű kellett legyen. Na hát én úgy látom, hogy ilyen módon is egyre erősbödik ez a feltevésem, különösen Makai János könyve után már nyugodtan nézek a további elé, bár egyébként sem lettem volna nyugtalan, hiszen a dolgoknak be kell következni. A dolgok természetes nehézkedése, kilúgoz dolgokat, megerősít dolgokat, abba én már vele nem szólhatok. Persze beleszólok, hogyha valami új fölmerül. Hát így áll a kettős honfoglalása, nekem meggyőződésem, hogy először is, akik szembeszálltak vele, nem feleltek az eredeti kérdésekre, amiknek alapján keletkezett. Hogy például a késő avar, most már elismerik, hogy onugor volt. Az onugor település sokkal nagyobb, mint Árpád magyarainak a települése. Megyényi nagyságokat nem szálltak meg Árpádék, azért, mert más volt az életformájuk. De ezeken a meg nem szállt területeken is magyar a helynévanyag. Hát kik adták, akik ott éltek, kik éltek ott az onugorok. Szóval ilyen egyszerű dolgokat nem, ezt erről hallgatnak. Általában az ellenfelek, mondja, nem ellenfélek, másként gondolkozok. Na, hát Fodor Istvánt is én nagyon szeretem, nagyon becsülöm, és nagyon képzett fiatal kutató.
De hát más, más véleménye van. Csak egyet nem látnak be a ellenfeleim, hogy az ő véleményük is csak vélemény, a nem biztonság. Ugye a magyarság hagyományaiban évszázadokon keresztül megvolt a hun-magyar rokonság, a hun múlt, a hun történelemnek az ismerete és a magunkénak vallása, az Attila kultusz. És hát ugye a nevünkben is talán nem véletlenül van az, hogy angolban Hungary, franciául Hongroa, végül is mindig ez a hun dolog, ez valahogy visszatér, amit a kutatók ugyancsak lekezelően úgynevezett bizonyítékok hiányában a népi butaságok körébe soroltak. Igen, hadd idézzem fel egy beszélgetésemet Zsinór Dénessel, az Amerikában, Bloomingtonban élő belső Ázsiával foglalkozó professzorral. Nála voltam egyszer ott, és laktam, és beszélgettünk, és azt mondja, hogy te. Hát borzasztó dolog, hogy ezek a társaink, ezek a kutatók a múltat semmibe veszik, letörlik, mert ők az okosak. Én jobban hiszek a krónikáinknak, jobban hiszek a népi hagyománynak, mint a esetleg kortársaimnak, akik egyszerűen hun rokonság pedig nincs alapon, majdnem, hogy gúnyosan beszélnek róla. De hát adataink vannak arra például, konkrét, megfogható, leírt adatok, hogy az Árpádház tudatosan vallotta magát Attila utódjának. Hát ilyen például 1070-es években Salamon királyunk édesanyja az Árpádok kincstárából Attila kardját ajándékozta a fiát, Salamont megsegítő német hercegnek. Vagy IV. Béla lánya Mária, aki elmenekítette az Árpádház kincseit Csehországba, az arról szóló, mondjuk így leltárban, több olyan tárgy van, amit Attilától örököltek. Szóval konkrétan meg, akkor miért tagadják ezt? Miért akarnak okosabbak lenni azoknál, akik mégiscsak közelebb álltak a magyar hagyományokhoz, a honfoglalása, mondjuk a magyar krónikáink. Elképesztő, hogy néha hogy beszélnek a krónikáinkról. Majdnem a szégyellik, hogy ilyen felületes meséket, meg miket, hogy miért veszünk komolyan. Úristen, hát hogyha a szomszédaink is így járnának el. Igen. Professzor úr, az Őseinkről című könyvében megfogalmazott egy külön véleményt a magyar ősvallással kapcsolatban, igen, ahol is ugye kortárs szerzők és a többségnek az volt a véleménye, hogy a magyarság vallása a shamanisztikus szinten rekedt volna meg. Ezzel szemben professzor úr ott egy egészen másfajta oldalról közelítette meg ezt a kérdést. Igen. Hát nézze, hogyha felelnem kellene erre, az első az volna, hogy a shamanizmus mai napig is megmaradt a falusi vajákos asszonyokban. De az nem vallás volt, az varázslás volt. Az ősvallásunk megmaradtak a középkori templomaink falain, a Szent László legendában. Megjelent róla egy könyvem, ahol kimutattam, hogy a Szent László legenda sokkal régebbi, mint Szent László. Visszamegy a szkítai időkig legalább, ha nem korábbra. Korábbra nem tudtam követni, adatok hiány, és a világosság és sötétség kozmikus harcát ábrázolja. Ez volt az ősvallásunk alapja. Mindahogy ez az alapja például a nagy keleti vallásoknak, a Yang és Ying, a férfi és nő, világosság, sötétség, száraz, nedves, tűzés és a többi. Szóval ellentétekből szövődik össze a világ. Hát ez volt a mi ősvallásunk alapja is. Persze voltak samánjaink, de a samánok nem azonosak a táltosainkkal, nem azonosak. Van néhány azonos dolog, itt vetettem be egy új szempontot. Johannes Ferenc barátom, a költőnek van egy kötete, nem tudom a címét, prózai kötet, azt hiszem, hogy mit tehet a költő, amiben leírja, hogy ő alávetette magát orvosi felügyelettel egy ilyen mérgezettségnek, kíváncsi volt arra, hogy a szürrealista nyugati kollégái, akik rendszeresen drogokat használnak, hogy jutnak ilyen látomásokhoz.
és leírta azt a látomást. Én elolvastam, és mondtam, te Feri, hát ez egy samán szertartás. És tényleg az. De mondom, a samánok azok egy ilyen beavató szertartás után új emberek lesznek. Aztán én is az lettem. Tényleg, tehát mi ez az új elem, ami ezzel bekerült a kutatásba? Az emberi test, szervezet, ellenálló képesség és a mérgezettség. Az egyforma dolgokat hív elő, ha Indián veszi be azt a mérget, vagy egy belső-ázsiai samán, vagy egy buddhista szerzetes, az egyforma képzeteket kell. Tehát nem öröklődés, hanem a mérgezettség azonossága kapcsolja össze ezeket az azonos jelenségeket. Hát ennyiben új dolog. És professzor úr ki is fejtette, hogy itt egy differenciáltabb hitvilágról van szó, egy összetettebb, magasabb szintű vallási kultúráról, mint amit feltételeztek korábban a kutatók a magyarság ős vallásával kapcsolatosan. Igen, igen. Megjegyzem, persze én is csak egyike vagyok ezeknek, akik ezt hitkutatták. Többek között Kálmány Lajos, a Szeged környéki katolikus plébános volt, aki egy gyönyörű dolgozatot írt, Boldogasszony, ősvallásunk Isten, Isten asszonya címmel. Egy katolikus pap. Néprajzes volt. Kutatta ki azt, hogy a magyar boldogasszony hitben, illetőleg a magyar szűzmária tiszteletben rengeteg elem szűrődött át a boldogasszony tiszteletből, aki ősvallásunk Isten asszonya volt. Szóval nem valami légyülő galócától dadogó félhülye samánnak a tánca, vagy elejtett szavai voltak az ősvallásunk alapjai. Az ősi Istenasszonyunk meg volt. Nyilván meg volt az ősi Istenünk is, akinek a vetülete maradt meg a világosság sötétség, szóval az ellentétpár harcában, amiből keletkezett a világ. Ezek nem közönséges dolgok, nem. Általában, nézze, azt is sugaltam a hallgatóimnak, hogy egyetlen társadalom se volt primitív társadalom. Mindegyik tudta azt, amire neki szüksége van. Tehát nem volt olyan, hogy jaj, mi még ezt sem tudjuk. Ők mindent tudtak, ami kellett nekik. Hát ezt magunk is átéltük. Én például ugye majdnem 100 esztendőt értem, hát én még a rádió előtti korszakból, különösen a televízió előtti korszakból vagyok. De nem úgy értünk, hogy jaj, nekünk még nincs televízió. Most se tudtuk, televízió lehetséges. Szóval ezt sugaltam, és ezt nagyon komolyan vettem, hogy minden korszak a maga műveltségi egészében, hálózatában, az tökéletesen megfelelt annak, amiben azok az emberek éltek. Hát egy nomádtól nem lehet el kívánni, hogy ismerje a görög oszloprendeket, ha mi szüksége van rá? Semmi. Nem azért nem ismer, mert buta, hanem mert fel sem merül benne ilyen képzet. Ugyanakkor ez a lehetőség már felmerült a magyarság művészetének tanulmányozásában is. Ugye többször visszatérő motívum az égigérő fa a bemutatása, megjelenése a művészetekben, és ezt professzor úr több alkalommal elemezte munkáiban. Hát most megint egy nehéz kérdéshez érkeztünk el. Tudnélik, ami a miénk volt, az nem biztos, hogy csak a miénk volt. Itt van az égigérő fa. Hát az a világ majdnem minden népének a hitében felmerül. Ezeket nevezte Jung archetípusoknak, ős képzeteknek, amelyek ember voltunkkal együtt járnak. Úgyhogy például most van egy dolgozatom sajtó alatt, az valami olyan címet adtam neki, hogy egy magyar kérdőjel, ősmondáról, aminek nyoma veszett. Egy régészeti leletet elemzett benne, amelyeket számtalanszor leírtak, számtalanszor foglalkoztak vele, csak azt nem vették észre, hogy az íjból kilőtt nyíl ketté törik a levegőbe, vagy éppen visszafordul a vadászra. Hát ez egy óriási dolog. A sebezhetetlen állatokról visszapattanó valami.
Na hát ezt vetettem fel, mint kérdést, nem mint megoldást, bár idéztem innen-onnan tallózó adatokat, hogy íme itt van egy gyönyörű feladat az etnológiának, ám csinálják meg. Berze nagynak a könyvéből tudtam idézni hasonló adatokat, de csak tallózás, hát én nem vagyok ennek szakembere. Hogyan látja professzor úr mostani tudásával a régészet feladatait a jövőben? Na, hát erre mit feleljek? Tartottam egyszer egy előadást erdélyi körbe, de itt Pesten már, székelyek közt, székelyek eredetével kapcsolatban. Itt nézeteltérésem van Benkő Lorántal, de baráti, szóval nincs semmi baj. És a végén föltette ugyanezt a kérdést, hogy az előadást vezető, hogy mit üzenek a fiataloknak? Hát körülbelül ez a kérdés. Hát mit lehet ilyenre felelni? De szerencsére tudtam felelni. Azt mondtam, hogy azt üzenem, hogy éljenek gazdagon a mában, és ezt a gazdagságot keressék a múltban, mert megvolt.